Japán hangszer bemutató a Pécsi Zsolnai Múzeumban. A Kotóval ismerkedhettek meg itt a látogatók a múzeumok éjszakáján. A pécsi helyszíneket a kulturális államtitkár is meglátogatta. Az idei a 20. múzeumok éjszakája rendezvény sorozat, tehát most már mindenki ismeri, hogy ez ilyenkor a legrövidebb éjszakához közeleső, Szent Iványhoz legközelebb eső szombaton zajlik, és most az idén persze június 25-ére esik ez a szombat, és már az előző hetekben is, ahogy a nagy bejelentő sajtótájékoztatón Budapesten elmondhattam a Magyar Zeneházából, hogy hány helyszínen, milyen rengeteg program következik be, azt látom, hogy a nagy készülődéssel vannak a országszerte az intézmények, nem csak múzeumok egyébként, hanem levéltárak is, meg még könyvtárak is becsatlakoznak, tehát gyűjtemények, közgyűjtemények azok, akik jellemzően államiak, önkormányzatiak is, és egyháziak is rengeteg programmal készültek, úgyhogy összességben 431 intézményt regisztráltunk, akik országszerte várják a mai éjszaka látogatóit, és ők mintegy 2500 programot bonyolítanak. Itt Pécsett, nagyon kedves helyszín számomra nyilván, a Janus Pannonius Múzeum összesen 17 múzeumában, 17 helyszínén, illetve a Nemzeti Levéltár Baranyai kiállító helyein is megnyitják a kapukat éjfélig, és összességében itt több mint 60-63 programot, ilyen és ehhez hasonló programokat is készítettek a muzeológusok. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy egy nagyon nagy kínálat van a piacon országszerte az intézmények részéről, és nagyon bízom abban, hogy a pandémia tavalyi meg tavaly előtti évéhez képest többen leszünk, és akár még egy rekorddöntési létszám is összejöhet, mert gyönyörű idő van most a múzeumok éjszakája napján. A legutóbbi, legnagyobb létszám, ami egyetlen nap alatt, egyetlen éjszaka alatt turistákat, látogatókat, kirándulókat vonzott a múzeumokba, ez egy 400-es dátum volt egyetlen nap alatt. Tudnunk kell, hogy a múzeumok világában általában, hogyha normális év van és nincs világjárvány, akkor 10 millió jegyet vásárolnak, 10 millió ország, 10 millió jegy. Ez nagyjából egyenlő súlyú, 10 év alatt nem nagyon változott ez a létszám, míg például a más kulturális területen, mondjuk a színházi jegyvásárlás az másfél-kétszeresére emelkedett meg 10-12 év alatt. De a múzeum látogatói létszám egy stabil, kiszámítható 10 milliós létszám. Nyilván ez a pandémia alatt lecsökkent, ezért is fontos, hogy az ilyen és ehhez hasonló nagy akciók és országos kampányok felhívják a figyelmet arra, hogy a múzeumban menni jó, hogy ez az esemény, az éjszaka, ennek a nyitottsága, ez egy nagyon trendi esemény, barátokkal, családtagokkal kézenfogva lehet sétálgatni éjszaka a kellemes nyári estében, és keresni és megtalálni a hozzánk legközelebb eső kínálatot. A városban élők persze könnyebb helyzetben vannak ilyenkor. A kulturális államtitkárság azonban szeretné a kis településen élőket is bevonni az ilyen eseményekbe. A legfontosabb feladatunk a kulturális kormányzat részéről, amit 8 évvel ezelőtt indítottunk el, a kulturális alapellátás tevékenysége, amit most egy újabb sebességfokozatba kapcsolunk, új minisztériumunk van, ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium nevében is megjelenik most már a kultúra az államigazgatásban, és Csák János miniszter úr, a kulturális és innovációs miniszter vele való több heti, most már 2 hónapos gondolkodásunk és behangolásunk következtében azt mondjuk, hogy az egyik legfontosabb célkitűzésünk az idei évvel megkezdődő 4 éves kormányzati, kultúrkormányzati ciklusban az lesz, hogy a kulturális akadálymentesítést valósítsuk meg. Kulturális akadálymentesítés alatt pedig azt értjük valóban, hogy ne csak a nagyvárosi közönség jusson hozzá az értékes kulturális termékekhez, a kulturális lehetőségekhez, hanem valóban a kis településeken élők is, vagy akár a ország peremein élők is, vagy akár azok a társadalmilag peremhez tartozó családok gyermekei és tagjai is, akik nem feltétlenül kultúrafogyasztók. Őrülük sem mondhatunk le, úgyhogy a kulturális akadálymentesítés keretében az új kulturális minisztérium, kulturális államtitkársága ezt a feladatot, ezt a célt tűzte ki maga elé, hogy mindenképpen az akadálymentesítéssel mind a 10 millió magyar állampolgárról gondoskodjunk kulturális értelemben.
Ennek vannak már előjelei, az elmúlt években például a kis településekre, a falvakra vonatkozóan sikerült egy törvénymódosítással változtatnunk azon, hogy nincsenek szakemberek a kis településeken. Ma már olyan megemelt kultúrás normatívát adunk az önkormányzati minisztériumon, a belügyminisztériumon keresztül a kis településeknek, amelynek eredményeképpen elvárhatjuk tőlük, és ez törvényben van iktatva, hogy 2-3 kis település összeállva alkalmazniuk, kötelező alkalmazniuk egy kulturális közösségszervező szakembert. Ezeket a szakembereket a Nemzeti Művelődési Intézettel ki is képeztük az elmúlt években, úgyhogy mi most már minden kis településen van egy olyan hozzáértő ember, aki a kulturális hozzáférést segíti, és az aktivitást, az önkéntes kulturális amatőr tevékenységet is kanalizálja, és ebben az aktivitásban szerepet vállal. Úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, hogy sok-sok eszközünk van ahhoz, hogy a nagyvárosba bejöjjenek azok a kis településen élők, akik ott nem érintkezhetnek ilyen és ehhez hasonló kulturális kínálattal, illetve hogy a nagy intézmények kivigyék azokhoz a családokhoz, azokhoz az emberekhez, akik nem ilyen közegben élnek, mint amilyen egy megyei jogú város, adott esetben Pécs, amely büszke lehet arra, hogy a 19 megye székhely közül a leggazdagabb múzeumi műtárgy állománnyal rendelkezik. A Janus Pannonius Múzeum 54 programot szervezett a múzeumok éjszakájára. Összesen 5900 látogató vett ezeken részt június 25-én.